lehet, hogy Schiffer András politikusként akkor bukott meg, amikor kiderült, hogy az LMP társelnökeként nem tudja megváltani a világot, de még Magyarországot sem. Viszont mint független értelmiségi most bukott meg. Puzsér ugyanis nagyon csúnyán lerántotta róla a függetlenség állarcát. Én nem tudom, hogy Schiffer Andrásnak van-e bármi hozzáfűzni valója ahhoz, amit eddig mondtam. Csak nagyon megkérlek, nagy tisztelettel, higgadtan, ne hazudjál! Puzsér Róbert és Schiffer András a Harcosok Klubja című műsorban a Spirit FM-en végre lejátszották azt a meccset, ami már nagyon érett, és amit én már nagyon vártam. És ez a vita minden képzeletemet felülmúlta. Sokkal durvábbra sikerült, mint vártam. A Puzsér úgy lemosta Schiffert a pályáról, ahogy még soha senki. Olyan igazságokat mondott ki, és annyira egyértelműen és meggyőzően, hogy Schiffer András fel is adta a harcot a végén. Pedig a Harcosok Klubjában ez nem igazán szokás. Őszintén mondom, hogy nem gondoltam volna, hogy a Puzsér a Schiffer Andrást ilyen lazán elintézi, félkézzel. Valahogy úgy, ahogy a Neo a Matrix végén Smith ügynököt. Az, hogy a Puzsér a Ferrari-t Adamot megeszi reggelire, és nagyjából azt csinál vele egy vitában, amit csak akar, hát ez tök egyértelmű. De a Schifferről én azt hittem, hogy vele a Robinak sokkal nehezebb dolga lesz. A vita középpontjában az orosz-ukrán háború mellett nagyjából az a kérdés állt, hogy hol a helye Magyarországnak? Nyugaton, keleten vagy a kettő között? Puzsér természetesen azt az álláspontot képviselte, hogy nyugaton, Schiffer pedig azt, hogy a nyugat és a kelet között. Az Andrásnak nagyon megfelel ez a komp, ami hát néha itt, néha meg ott köt ki, meg közben üzleteket is bonyolít, meg üzeneteket közvetít a két világ között. Sőt, Schiffer szerint gyerekes dolog feltenni egyáltalán azt a kérdést, hogy hová akar tartozni Magyarország, ugyanis nekünk már régóta megvan a helyünk, ez a bizonyos komp. És ez tök jó. Ezt a kelet vagy nyugat választani kell szembeállítás, ezt rendkívül leegyszerűsítőnek, már-már gyerekesnek tartom. Az, hogy Magyarország egy kompország, ez nem pusztán a irodalom, 20. századi magyar irodalomban felelhető toposz, gyakorlatilag az Árpádháziak óta fönnáll Magyarországnak az a szerepe, és ebbe a bizonyos Orbán Balázs által megénekelt állítólagos Orbán Viktor beszédben is ez jön elő, hogy mi magyarok a keletieknek addig, és ez egy nagyon fontos kitétel, ha ezt tényleg a miniszterelnök mondta, pontosan addig vagyunk érdekesek, amíg a nyugathoz tartozunk, viszont a nyugat számára is addig értékes Magyarország, és itt az értékes szóról is szeretnék megemlékezni egy kicsit, amíg vannak élő eleven kapcsolatai a kelettel. Lehet gyerekesnek minősíteni azt, hogy egy ország, vagy egy állam, vagy egy nép, egy elit választ kelet és nyugat között. Érdekes módon ebbe a gyerekességbe, ebbe belecsúszott a régió összes országa, kivéve Magyarország. Ilyen gyerekes Lengyelország, ilyen gyerekes Szlovákia, Csehország, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia. Egyiknek sem okoz gondot oldalt választani a kelet és a nyugat között. Schiffer és Puzsér itt még jó hangulatban kultúráltan vitatkoznak egymással, ahogy szoktak. Aztán egyszer csak Schiffer Andrásból előmászotta, én nem is tudom, hogy pontosan micsoda. Én még ezt az énjét soha nem láttam. Mondom, rossz helyre nem címzel. Az a kérdés, hogy atomerőmű vagy nem atomerőmű. Mondom, aki atomerőművet akar, a franciákkal is felépíthetik. Csönd, most én beszélek. Csend legyen, Róbert, most az András beszél, világos? Most neked itt nem osztottak lapot, tessék szépen befogni a arcodat. És ez még semmi. Nézzétek végig a videót, mert olyanokat fogtok hallani a Schiffertől, hogy rögtön rájöttök, hogy mennyire lehet más a politika, meg a politikai vita. A zsigeri russzofóbia ugyanúgy zsákutcába vezet, hiába mosolyogsz ezen, Robi, mint bármiféle zsigeri gyűlölete bármelyik népnek. Népnek. Igen, mert rezsimnek. Akkor... Rezsimnek, rémrezsimnek. Be fogom fejezni, Robi, akkor is, hogyha ordítasz. A Schiffer András szerint most a Robi ordított. De ezek szerint még nem hallotta a Robit ordítani. A
az európai félperifériának, tehát Kelet-Európának, Dél-Európának nyilvánvalóan vannak a centrumországoktól és elsősorban Németországtól elkülönböző sajátos érdekei. Az európai érdek az az Európában élők szabadságában, és nem az olaj meg a földgáz árában fejeződik ki. Az Egyesült Államok leginkább védelmezi ennek a régiónak a szabadságát. Az Egyesült Államok leginkább védelmezi a kontinentális centrum és félperiféria szabadságát. Meg közben keresi egy kicsit a fegyverszállításokkal, igen. Csönd, most én beszélek. Helyes, helyes. Mindkettőtöknek csend legyen. Most a Dév beszél. Schiffer Andrásról én sokáig azt hittem, hogy ő az a politikus, aki aztán igazán hisz az elvekben és az értékekben, és az érdekek csak másodlagosak számára. Hát most kiderült, hogy tévedtem. Schiffer András az érdekekben hisz. Ő egy olyan értelmiségi, akit a NER ki tudott zökkenteni az európaiságból, és ezzel nagyon nincs egyedül. Én azt gondolom, hogy Európa az a maga szabadságát Amerika segítségével védelmezi meg, mert ez az Észak-Atlanti Katonai Szövetség, ez jelenleg a világrend őre. És ez a világrend itt Magyarországon az elmúlt 33 évben egy relatíve szabad életet biztosított. Sokkal szabadabbat, mint korábban orosz megszállás alatt. Döbbenetes, hogy Magyarországon milyen sokan nem értik ezt, amiről itt a Puzsér beszél, pedig ha valamiben, akkor ebben széleskörű konszenzus kéne, hogy legyen. Mint mondjuk abban, hogy 56 nem ellenforradalom volt, hanem forradalom. Hát nagyjából ugyanilyen konszenzus kéne, hogy legyen abban, hogy mi a nyugathoz tartozunk, és a NATO tagságunk jelenti a biztonságunkat. Ha van Magyarországnak érdeke, akkor az a NATO tagság és a nyugati orientáció. Lehet itt álmodozni totális függetlenségről, meg arról, hogy Magyarország képes teljesen egyedül létezni a világban, függetlenül a nagy blokkoktól, de ha valami gyerekes, akkor éppen ez az álmodozás az. Két különböző világnézetet képviselünk. Én soha nem voltam az Észak-Atlanti Katonai Tömnek barátja, büszkén kampányoltam a NATO tagság ellen 97-ben. És erre még büszke is a Schiffer. Csodálatos. Én úgy látom, hogy a Schiffer András itt a gyerekes. Meg azok, akik szerint a NATO nélkül Magyarország bármikor is biztonságban lenne. Schiffer gyerekessége egyébként nem csak ebben mutatkozik meg, hanem abban is, hogy itt a vita során többször is megsértődik. De tényleg mint egy kisgyerek. Európának önálló biztonságpolitikára lenne, vagy lett volna szüksége, amiben adott esetben perspektívikusan egy közös európai haderő is beletartozna. Az Egyesült Államoknak és Európának nem közösek az érdekei, én ezzel az egész szabadság versus szabadság ellenségei, kelet vagy nyugat, felvilágosodás versus barbárság ellentét pároktól én fázom, nem is tudok, nem is akarok ezzel mit kezdeni. Egyszerűen arról van szó, hogy az Amerikai Egyesült Államok a globális pozícióit akkor tudja megerősíteni, hogyha lenyomja Európát, ez egyben mind a hadipari megrendelések, mind a különböző agrobizniszben érdekelt cégek és az olajipari érdekeltségek számára is kedvező. Európának lehet saját erős hadserege, de az USA nélkül sokkal kevésbé tudná megvédeni magát, mint az USA-val. Hát ez ilyen egyszerű. Igen, Amerika is szeretne jól járni, ez világos, de én nem emlékszem arra, hogy Amerika bármikor is veszélyeztette volna az életünket, az életmódunkat. Szemben Oroszországgal, ami most éppen ezt teszi. És akkor még Kínáról nem is beszéltünk, ami szintén egy potenciális veszély. Schiffer itt úgy beszél, mintha neki megfelelne az az életmód, az a fajta szabadság, ami Kínában vagy Oroszországban van. És gyakorlatilag egyenlőségjelet tesz kelet és nyugat között. Én viszont továbbra sem szeretnék olyan országban élni, mint például Kína, ahol hát pontozzák az állampolgárokat, akik ez alapján kapnak meg bizonyos jogokat, vagy nem kapnak meg. Vagy például Oroszország is ilyen, ahol a hatalomnak nem tetsző emberekkel időnként csúnya dolgok történnek. Hát például kiesnek innen-onnan. Na hát ilyen országban se szeretnék élni. A periférián azért vannak ilyen barbárok. Azért jönnek létre felhalmozó kapitalista, nemzeti burzsóáziát építő különböző autokratikus rezsimek, mert a derék centrumországok, akik fürdőznek a zöld fordulatban, a jogállamiságban, a szabadságban, tetszettek kizsákmányolni a perifériát. Egész konkrétan például a derék skandinávokról beszélek, akiknek a jóléti állama úgy virágzott föl annak idején, hogy közben fegyverszállításban bajnokok voltak. Hát fogadjuk el, hogy ez így van, legyen ebben a Schiffernek igaza, és
ettől még most nem sokkal jobb egy skandináv országban élni, mint Oroszországban? Én nem vitatom, hogy a nyugatnak is vannak történelmi bűnei, de az alapvető kérdés akkor is az, hogy milyen világban akarunk élni. Schiffer András szerint, mint ez köztudott, Sanna Marin finn miniszterelnök egy háborús úszító, és Schiffer meglepő módon továbbra is ragaszkodik ez a baromsághoz. Előbb jött a Krím, és a nyugat engedett. A nyugat nem feszült be. Az történt, a felelősség teljes politizálás történt, és azt mondta a nyugat, hogy ezt a békát lenyeljük. És elég lett? Megelégedett Putyin? Na most ezek után én azt szeretném megkérdezni tőled, András, hogy te szerinted mi az a béke, ami megfelelne? Mi az a béke, amivel te elégedett lennél? Mi az a béke, mert te megfenyegetted Sanna Marint a hágai nemzetközi bíróságban. Nem fenyegettem, ne hazudj, nincs ilyen szöveg ott, vedd elő, hogy nincs ott. Robi, ne hazudjál! Felelnie kell, ez egy erkölcsi felelősségvállalás, ez nem pusztán nyilván a film választókról szól, hanem az emberiség, vagy ha jobban tetszik, a történelmi ítélőszéke előtt. Ennyi. Ennyi. Ennyit ér ez a kijelentés. Ennyi súlya van. Valójában nem Sanna Marinnak kell majd felelnie ezért a mondatért, hanem Schiffer Andrásnak kell felelnie Orbán Viktornak, méghozzá arra a kérdésre, hogy András, mit tettél értem ezen a héten? Ez a jelentősége Schiffer kijelentésének, erről szól valójában. Érdemes egyébként egy picit odapillantani Schiffer András kezére. Mit csinál Schiffer András a kezével? A nyugat az bénuljon meg, legyen cselekvésképtelen, ijedjen meg ugyanúgy a saját árnyékától, mint a Covid-hisztéria idején, ijedjen meg az atomháború fenyegetésétől, és engedje el Ukrajna kezét. Mintha Schiffer András picit ideges lenne, na hát... Mi az a béke, ami szerinted helyes és jó lenne, és amivel megelégedne Oroszország? Hiába ordítasz, erre a kérdésedre akkor sem adható így ebből a székből, vagy akár a tiédből. Lehet, hogy hangerővel a kompetencia pótolható, megalapozott válasz. Nem ordít a Puzsér, András. Nem ordít. Nem ilyen az, amikor ordít a Puzsér. És ha ordítana, akkor az a megfelelő válasz, hogy ordítasz, Puzsér. Az a probléma, hogy Schiffer Andrásnak valójában nincs válasza. A lázadás nagyon szép dolog, a kérdés csak az, hogy mikor mi ellen lázadunk. Schiffer András is szokott lázadozni, viszont az ő lázadásának a tökössége egy picit megkérdőjelezhető. Azt érzékelem, András, hogy minden felületen, minden fórumon, ahol én hallak az utóbbi időben, mondjuk úgy az utóbbi egy-két évben megnyilatkozni, mindenhol Orbán Viktornak az ellenfeleit, az ellenlábasait minősíted és bírálod. Úgy a NATO-t, mint az Unió Bizottságát, mint a magyarországi ellenzéket, és nagyon sok igazságod van ebben. Globális hálózatok, globális multinacionális érdekek ellen itt és most lázadni, miközben Orbán Viktor éppen szövetkezik globális multinacionális részvénytársaságokkal annak érdekében, hogy a hatalmát stabilizálja, de közben a maga kultúrharcát a nyugati intézmények meg a nyugati liberális sajtó ellen vívja. Ebbe a kultúrharcba beállni, és itt és most, ezek között a körülmények között lázadni a globális erők ellen, rendszerkonformizmus. Ki kell ábrándítsak, én nem lázadok senkivel szemben jelen pillanatban, mert nem vagyok abban a helyzetben, hogy különösebben lázadozni tudjak. Tehát ez retorikailag megint kurvára szép, csak éppen nem igaz. Az ellenzékiséget jelenti. Milyen szóval rezsimnek vagy az ellenzéke? Hogy amikor az a kérdésed, az a... Én nem vagyok hivatásos politikus, szemben veled. Én nem indulok választáson. Az a helyzet, hát én nem indulok el választásonnal, tehát nem tudom, mit kérsz rajtam számon. Nézd, én sem vagyok hivatásos politikus, én sem indulok szóval választáson. Az volt valaha a kérdésed, indultál, valaha indultam. Valaha én is indultam, András. Így van. Schiffer András azt mondja Puzsér Robertnek, hogy ő, mármint a Schiffer, nem politikus. Bezzeg a Robi. Kész, itt a vége. Egy volt pártelnök, parlamenti képviselő mondja azt, hogy te politikus vagy, én meg nem. Egy olyan értelmiségének, média személyiségnek, aki egyetlen egyszer indult el a főpolgármesteri címért, tudva, hogy nagyjából semmi esélye, ráadásul egy olyan programmal, a Sétáló Budapesttel, aminek a pártpolitikai csatározásokhoz hát semmi köze nem volt.
És ez a Siffer András, aki nagyon is részt vett a pártpolitikai csatákban, aki pártelnök volt, ez az ember politikusozza le Puzsért. Na én ezen a ponton vesztettem el minden illúziómat tekintetben, hogy Siffer az a fajta intellektuál, akinek képzeltem. Lehet, hogy sok mindent tud, én ezt nem vitatom, de hogy nem teljesen komplett, az sem. Nem tudom nem látni. Én nagyon sokáig próbáltam nem látni, vagy próbáltam érteni, nem tudom nem látni azt, hogy mire használ ez a rendszer téged, András. Ténylegesen arra használ téged ez a rendszer. Nem, de mondom, Robi, hogy, ha személyeskedsz, akkor nincs miről beszélgetnünk. Mi az, hogy használ? Azon ki, hogy ordibálsz, mit értesz azon, hogy használ? Én elfogadok meghívásokat, elmondom a nézeteimet, elmondom, amit gondolok a világról, és miután nem neveztem be semmilyen versenybe, engem nem érdekel az, hogy kinek mi hasznos, mi nem hasznos. Hogy megvilágítsam, és be fogom fejezni. András, fejezd be! Fejezd be az ordibálást. Hát te ordibálsz, András, nem a Puzsér. Általában a Puzsér szokott ordibálni, de most te ordibálsz, nem veszed észre? Én nem vagyok pártpolitikus, nem versenyzek lájkokért, nem versenyzek kegyekért, nem versenyzek pozíciókért. Úgyhogy ezt az úcska dumát, hogy ki mire használ, lehet, hogy magadból indulsz ki, felejtsd el, légy szíves. Felejtsd el, mert nem érdekel engem. Nem én kiabálok. Nem érdekel. Nem én kiabálok. Csak te személyeskedsz, én megkértelek, hogy a személyeskedést, én szívesen vitatkozom veled is, hiába ordibálsz, szívesen vitatkozom, hogyha vannak érvek. Amit a Puzsér mond, az valóban érinti Siffer András, de ez nem személyeskedés, mivel Siffer egy közszereplő. És Puzsér itt Siffer András közszerepléseit kritizálja, nem pedig a személyét. Nem azt mondja a Puzsér, hogy Siffer András egy rossz ember, hanem azt, hogy elmulaszt bizonyos dolgokat, mint értelmiségi. Elmulasztja például a valódi és éles kormánykritikát, amikor a köztévébe bemegy. Ez nem személyeskedés. Arról van szó, hogy az összes ellenlábasát, a rendszer bizony az ellenlábasait, akik ellen a szabadságharcát vívja, Brüsszel ellen, globális hálózatok ellen, háttérhatalmasságok ellen, az Európai Bizottság ellen, te általad, a te megszólalásaid által a saját felületein hitelteleníti, kritizálja, és te ezt végzed. Végzed a rendszernek. Amikor Lánci Tamással beszélgetsz a köztévében, ahol négyszer annyi műsoridőt kapsz, mint a parlamenti pártok, ellenzéki pártok. Akik nem fogadják el a közmédia meghívását, igen? Azok között a körülmények között kéne bírálni Orbán Viktort. És akkor azon kapnád magad, András, hogy nem hívnak a köztévébe, mert nem akarják azt hallani, amit te előadsz. De amíg azt mondod, András, nekik, ott a köztévében, amit ők szívesen hallanak, mert beleilleszkedik a narratívájukba, addig ők szívesen hívnak oda téged, és viháncolnak, miközben te a globális hálózatok ellen lázadsz Magyarországon 13. évében. Nem lázadok, tehát hagyjad a baromságot, nem lázadok. A globális hálózatokat ellen kritizálod, Brüsszelt és Washingtont kritizálod. Én nem tudom, nem tudtam, hogy ennek a műsornak az a tárgya, hogy Puzsér Róbert valami erkölcsi ítéletet mond rólam. Ha én ezt tudtam volna, lehet, hogy nem élek a lehetőséggel és a meghívással. Én ilyen diskurzusokban nem szeretek részt venni, és most jelzem, hogy ez az utolsó alkalom. Hát így jártál, Robi. Siffer András most ült le veled utoljára vitatkozni. Szopacs. Valóban egyszerűbb Orbán Viktor útját járni, nem meghallgatni a kritikát, egyszerűbb és könnyebb elmenni inkább a köztévébe, és Schmidt Máriáékkal megbeszélni, hogy mennyire alkalmatlan az ellenzék, és milyen borzasztó bonyolult ez az orosz-ukrán helyzet. És hogy Magyarország is egy rettentően bonyolult helyzetben van, amiben nagyon nehéz eldönteni, hogy hova is álljon. Nem vagyok hajlandó az szerint megszólalni, és az szerint méricskélni a mondandómat, hogy mindenki, Puzsér Róbert, vagy bárki másnak az igényeit kielégítsem, hogy kellően nagy százalékba bírálom-e az Orbán rezsimet, meg a szultánt ahhoz képest, ahogyan más szereplőket. Jegyzem meg, ellenzéki, általad emlegetett politikusokat én soha a nyilvánosságban nem bíráltam, amikor pedig megszólok, és a magyar kormány politikájáról van szó, ugyanúgy elmondom a meggyőződésemet, ahogyan elmondom a saját meggyőződésemet arról is, amit a világban zajló folyamatokról gondolok. Ha ez történetesen egybeesik azzal, amit Orbán Viktor mond, akkor így jártunk. Hát így jártunk. Egybeesik a véleményem Orbán Viktor véleményével. Hát ez van.
András, azt mondasz, amit akarsz, szólásszabadság van. A baj csak annyi, hogy rohadt ciki, hogy egy zöld baloldali párt volt társelnöke, aki imád a független értelmiségi szerepében tetszelegni, véletlenül állandóan Orbán Viktornak tetsző dolgokat mond, méghozzá a köztévében. Ez rohadt ciki. Ennyi. Senki sem mondott olyat, hogy soha nem kritizálod a kormányt, csak az a baj, hogy a legfontosabb ügyekben valahogy mégis a NER paneljeit böfögöd vissza. Amikor azt mondod, hogy ez történetesen egybeesik a te véleményed Orbán Viktor véleményével, akkor az úgy gondolom, hogy ez nem véletlen, és nem véletlen, hogy a köztévén történik. Nem véletlenül esik egybe. Nem úgy van, hogy ez speciál egybeesik, úgyhogy így jártunk. Nem véletlenül esik egybe, hanem az Orbán rendszer gravitációs tere az, ami pályára állítja értelmiségiek tömegét Magyarországon. Ez az igazodás. Magyarországon nagyon-nagyon érzékenyek a receptorok arra, hogy mit vár a hatalom, és bizony ez a gravitációs tér, ez a roppant gravitációs tér, ez meghajlítja az emberi jellemeket, az emberi személyiségeket, az emberi véleményeket. Én hajlandó vagyok, még ha nem is értek egyet valakivel, de respektálni az álláspontját. Én mostanáig így voltam Puzsér Róberttel is, de amikor a vita arról szól, hogy az egyik rendes bolsevik módjára nyilván, akiknek a Robi minden meg akar felelni, azt gondolja, hogy aki vele nem ért egyet, annak meghajlott a jelleme, nincs miről beszélgetni. Nem mondtam, szerintem, hogy a jellemed, azt mondom, emberi jellemek tömegét hajlítja meg, emberi gondolkodást. Súnyi módon erre célozgat, hogy részemről itt a beszélgetés véget ért. Nem tudom megítélni, András, hogy a gondolkodásodat változtatta meg, vagy a személyiségedet változtatta meg. Nem tudom megítélni, csak azt látom, hogy értelmiségiek tömege, akiket én korábban a centrum értelmiségként azonosítottam, tömege igazodik, alkalmazkodik a rendszer elvárásaihoz. Szabadjon szóvá tenni anélkül, hogy személyes konfliktust meg személyes sértettséget generálnál ebből, András. Szabadjon szóvá tenni valamit, ami látványos, és ami alig ha csak nekem tűnik fel. Hát igen, ez már nekem is feltűnt párszor. Több videómban is beszéltem már erről, és baromi fontosnak tartom, hogy ezt most a Puzsér is kimondta. A Schiffer, a Hont meg a Ceglédi hétről hétre úgy adják elő a NER narratívát, hogy közben igényt tartanak a független értelmiségi szerepre is. Hát ez pedig nem fog menni, srácok. Mert el fog jönni, értetek, a Puzsér. A Puzsér is eljön, meg a Dév is eljön, meg még nagyon sokan el fognak jönni majd. Egyre többen fognak eljönni, mert egyre több embernek nyílik ki a szeme, és veszi észre, hogy mit műveltek hétről hétre. Ti pedig idejöjjetek el a Dév Világa csatornára minél többször, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok feliratkozva, és hát nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó, és kattintsatok erre a Schifferes videóra itt alattam, mert miért ne? Kat.